Egyértelmű. Én! Lehetetlen olyan kérdést feltenni az Emilio familiának, amire ne válaszolnának kendőzetlen őszinteséggel. Ezt tesztelte most tábunk is. Vajon mekkora volt az egyetértés? Ki tölt több időt a fürdőszobában? Természetesen én. Az egyértelmű, hát a kis hablán bemegy fürödni, ott te sírhatsz, könyöröghetsz, hogy be kell menned a fürdőbe. Soha nem jönnek ki, főleg ha telefont is viszik. Lekrémezi a bátyja magát, Szoli, minden ott be kell háznom. Ha megyünk valahová, mindig miatt a késünk el, mert konkrétan én elkészítem saját magam, elkészítem a gyereket, elkészítem az ő ruháit, és ő még mindig sem. Azért téged se kell félteni, mert ebből a Kleopátra hallja, mert annyi tejétben bajba fürdesz, hogy arról nem beszélj. Szóval én. Ki a finnyásabb? Hát ez érdekes. Ő! Ha ő nem eszi a marhahúst, a bárány, meg én elviszem Törökországba, az egész tengert kieszi egy két hét alatt. Én szerintem maradjunk annyi, hogy mind a ketten finnyások vagyunk. Hát figyelj, az, mert hogy pokarokat, meg izéket nem eszek. Azon kívül saját maguk után itthon már a pohárból se isznak. Tehát egy pohár, egy ivás. Utána már kész, ott hagyják, ahol le. Azért vettem neked mosogatógépet, fiam. De szerintem mind a ketten finnyások vagyunk. Ki kell nehezebben reggel? Emil, egyértelmű. Mit csinálok? Te kezd nehezebben. Ja, én nagyon. Hát, én olasz vagyok és sziasztázok egy nap három. De ő el az... Or, egy óra, másfél óránként becsolvál. De ő ártó helyébe is el tud aludni. Simán. Hát ülve is, bárhol. Simán. Melyikötök a lustább? Emlék, egyértelmű. Én! Te szeretnél lenne idegesítő. Hagyd csak bámogatom. Hát te. Hát 24 órából 26-ot mozgok. Meg pakolok, meg takarítok, akkor ki a lusta. 24 órából betakarozzunk, kitakarozzak, meg kis pár nap el. Úgyhogy szerintem ő. Elképesztő egyetértés, vagy nem? Ti milyen apróságokon szoktatok összeszólalkozni a párotokkal? Írjátok meg kommentben!